Karcagon is elkezdődik az idősek otthonában az oltás. F. Kovács Sándor városunk és térségünk országgyűlési képviselővel beszélgetünk arról, hogy miért tartja fontosnak, hogy idáig a legveszélyeztetett korosztályra kerüljön sor elsősorban. Én nagyon örülök annak, hogy december végén elkezdődött az egészségügyi dolgozók oltása, és most már odáig jutottunk, hogy a jelentkező egészségügyi dolgozókat, mindegyiket már szinte beoltották, és most már lehetőség van arra, hogy a szociális otthonok dolgozóit és a legkiszolgáltatottabbakat, akik itt vannak a szociális otthonban, idősek, betegeket is védőoltásban tudjuk részesíteni. Ez azért fontos, mert ők a legkiszolgáltatottabbak, hiszen mindegyik időskorában krónikus betegséggel rendelkezik, egy légtérben vannak nagyon sokan, és hát a tavaszi járványban is tudtuk, hogy akár a Budapesten, ha egy idős otthonba bekerül a vírus, akkor ott nagy veszélyben vannak az idősek, nagy az elhalálozás. És örülök annak, hogy most már odáig jutottunk, hogy védőoltásban tudjuk őket részesíteni, hiszen meg tudjuk védeni a koronavírustól őket, meg tudjuk védeni szeretteinket, azokat az időseket, akik itt vannak a szociális otthonban.